Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bartáni Patkás Júlia vagyok. A képzéseket tegeződve szoktuk tartani, sőt nálunk kortól nemtől függetlenül mindenki tegezi egymást. Bartatusek János vagyok, PPA igazgató. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Financial Holding, röviden a PPH, Honnan a Trade Részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. A PPH előtti foglalkozásom az első eredendően vasesztergályos volt, de az hamar kiderült, hogy az nekem nem fog menni. Utána kipróbáltam tizenvalány szakmát, míg 2007 környékén az agykontrollal elkezdtük a spirituális utunkat. Hamar kiderült, hogy több kell. Ezért bejártuk egész Magyarországot, akivel csak lehetett beszélni erről, elmentünk, tanultunk tőle. És egy pár év múlva már az egész a könyökömön jött ki. Mondtam is a feleségemnek, nem megyünk sehova többet, mert mindenki ugyanazt mondja, ebből már nem lehet semmit tanulni. Ekkor találkoztam a PPH-val. Szerintem úgy, ahogy sokan mások, egyszerűen rákattint egy reklámra a Facebookon, vagy a YouTube-on megtalálja Szedlacsik Miklóst, megnéz egy videót, és felkelti az érdeklődését. És kiderül, hogy minden, ami tudott, az vagy nem használható, vagy nagyon sok mindent ki kell belőle dobni, átalakítani, úgy, ahogy a Szedlacsik Miklós fogalmaz, és ahogy ő szokott ezekről a dolgokról beszélni, mert sokkal érthetőbb, és sokkal messzebbre tud vele menni az ember. Aki most először nézi ezt, akkor pont egy ilyen előadás elején van. Nekem eredendő civil foglalkozás, amin kereskedem, itt végeztem. Ma már csak a PPH-val foglalkozunk. Fő tevékenységbe. Gyulán élünk, van egy 14 éves lányunk, és házasságban élünk. Mint ahogy a párom már beszélt róla, hogy a Nyílt Akadémiánál én is azért kezdtem el a képzést, a tanulást, igazából a párom kezdte el előbb, ez már most már 8 éve lesz. És mindig kerestem azt a tudást, azokat a még csak a tudást, azokat a módszereket, amivel valóban egy olyan életet tudok élni, ahol boldog tudok lenni. És nagyon sok helyen voltunk, jók is voltak azok egy darabig, ahol motiváltak minket, de azt, hogy valóban hogy jussak el A-ból a B-be, és hogy oldjam meg a problémáimat, módszerek már nem voltak. És itt van az a hely, ahol azt mondtam, hogy ezt kerestem. És vele együtt persze a mester Szedlacsik Miklós, aki nekem, tehát mindeneknél többet jelentett tényleg, hogy ő, ahogy, amit tanít, ő úgy él. Tehát egyszerűen nem találtunk egy olyan hibát, úgymond az életében, vagy bármi, ami azt mondtam volna, hogy ez nem teljes mértékben hiteles nekem, de ő az a tanító és mester, aki valóban minden tudást átad nekünk, hogy egy boldog életet tudjunk élni. És ezt tovább is tudjuk adni. És tovább is tudjuk adni, igen. Tehát itt ő úgy rakta össze az egészet, tehát itt tudunk fejlődni, mint ahogy mondtunk, nekünk már ez a foglalkozásunk. Tehát itt olyan rendszert rakott össze, ami máshol nincs. Ez biztos. Csak a PPH számunkra. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek tudása, képességei, tapasztalatai páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. A vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Tudásával, emberek fejlesztésével, tapasztalataival, előadásaival, továbbá egyéb munkáival segíti az embereket, hogy sikeres és boldog személyekké váljanak. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon, és úgy adja át, hogy azt használni is lehet a hétköznapokban. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk küldetése
az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szerdacsik Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Lassan kérjük, hogy megtelt. Cék az van, az van. Persze, szék kell, nincs gond, ez van bőven. Miért vagytok itt? Jobb, mint otthon. Jobb, mint otthon? Ez a jobb, mint otthon. Annak idején, a 2000-es évek elején ilyen párkapcsolati gondjaink voltak a nejemmel, illetve neki volt velem. És akkor elmentünk ilyen párkapcsolati tanácsadásokra, képzésekre, és hát akkor ugye tanítottak olyan dolgokat már nekünk, hogy hát ugye, hogy hogyan működjön egy férfi, vagy hogyan működjön egy nő. És de közben elfelejtettem ám, hogy mit akartam mondani ebben kapcsolatban. A jobb, mint... Ja igen, megvan, mit akartam mondani, köszönöm szépen a segítséget. Tehát azt, hogy akkor azt mondták, hogy rengeteg párkapcsolati probléma van, és úgy fog alakulni a világ, hogy egyre több lesz az egyedül élő ember, és hát ugye mit keresnek majd az emberek? Hát valamilyen közösséggel próbálják majd pótolni magát a párkapcsolat hiányát. Na most nem tudom, hogy mennyire látjátok, hogy igazuk lett, nem lett igazuk? Hogy vajon megyünk-e e felé a dolog felé? És itt most mondjuk ez nekünk jó. Mármint nem az, hogy az embereknek párkapcsolati gondjaik vannak, hanem az, hogy közösségben keresik a megoldást az életükre. De hát ugye mire való egy közösség? Ránk például volt, aki már azt mondta, hogy szekta vagyunk. És akkor az előző alkalommal, ugye itt volt egy házas pár, akik most is itt vannak, és akkor voltak először, itt személyesen, de ugye régebben hallgattak már engem, és akkor azt kereste, hogy ugye ő már megismerkedett szektákkal, tehát volt szektában, és akkor mondta, hogy itt kereste a dogmákat. És valahogy nem talál dogmát. És akkor ugye meg lehetne akár kérdezni, hogy szoktunk-e imádkozni? Mármint itt, közösen. Vannak-e szertartásaink? Ilyen közös szertartása. Mert hogy te otthon imádkozol, az egy dolog. Vagy bárki otthon imádkozik, az egy dolog. De közösen nem szoktunk itt imádkozni. Sőt, nincsenek ilyen közös szertartásaink se. Tehát mi közünk a szektákhoz? Ez egy olyan közösség, ahol tanulhatnak az emberek. És ugye én nagyon régen rájöttem arra, hogy úgy sokkal könnyebben lehet boldogulni az életben, hogyha mondjuk van egy pár, és eljár egy olyan közösségbe, ahol nem váltakoznak az emberek folyamatosan, hanem sokan évek vagy akár évtizedek óta abban a közösségben vannak, és mivel tanultak egy csomó dolgot, ezáltal tudnak embereknek
tanácsot adni abban, hogyha elakadnak az életük bármilyen területén. Ugye az életben, ha megnézzük, vannak területek, nézzük, mik ezek a területek. Itt van 10 terület. Hát ugye itt van önmagunk, a párunk, ezek mind terület. Tehát, hogy hogyan bánjunk önmagunkkal, az, ha jól bánunk önmagunkkal, akkor ez a terület rendben van. Hogyan bánjunk a párunkkal, ha jól bánunk a párunkkal, akkor ez a terület is rendben van, és akkor így mehetünk tovább végig ezeken a dolgokon. És mi azzal foglalkozunk, hogy ezek a területek rendben legyenek. Miért kellene, hogy rendben legyen? Mert az ember úgy működik, hogyha bármely területen keletkezik egy nagyobb probléma, akkor annak a negatív energiája kihat a többi területre is. Tehát ami azt jelenti, hogy elkezd a többi területen az illető hibázni. És akkor már nem egy területen lesz problémája, hanem kettőn, vagy hárman, vagy akár még többen. Tehát lényeg az, hogy az emberek hajlamosak arra, hogy ha valamilyen területen hibáznak, nagyot hibáznak, akkor utána más területeken is elkezdenek hibázni. És ugye ez mit eredményez? Ez azt eredményezi, hogy egyre rosszabb és rosszabb életet kezd élni az az ember, aki hát minél több területen hibázik, igaz? Igaz. És hát ez mit eredményez? Ez azt eredményezi, hogy hangulatromlás, azt eredményezi, hogy rosszabbul érzi magát a saját bőrében. Ha párról van szó, akkor mind a ketten rosszabbul érzik magukat, és hát egyáltalán nem boldogok. Próbálnak ugyan boldogulni, de boldogság pótlékot keresnek. Például milyen boldogságpótlékok vannak? Hát ha valakinek van elég pénze, akkor hogy minél több pénzt költsön, az egy ilyen boldogságpótlék, és amikor pénzt költ, akkor éppen boldogabb, mint mikor nem. Szóval lényeg az, hogy ez egy boldogságpótlék, de az is boldogságpótlék, hogy mondjuk esetleg ráunnak egymásra a párok, és akkor harmadik félnél keresik az unaloműzést, tudod? Tehát ami annyit jelent, hogy az emberek ilyen pótcselekvéseket csinálnak, ahelyett, hogy megoldanák az életüket. De ugye ez nagy baj, hogy nem arra törekednek, hogy megoldják az életüket, mert azért nagy baj, mert hát miért van itt az ember a Földön? A legtöbb ember azt mondaná, főleg itt a nyugati társadalomban, mert az anyu meg az apu összedugta, tudod, azt, amilyen volt nekik. És ezáltal ugye megszületett az a gyümölcs, az az emberi gyümölcs. Na, hát ez fizikailag valóban így van, csak hát ez mégsem teljesen igaz. Tehát mi testileg, hogyha magunkra nézünk, akkor tényleg ezért vagyunk itt, mert különben, hogyha anyu meg apu nem tette volna össze azt a két bizonyos dolgot, akkor tényleg nem lennénk, nem? De akkor arra nem gondoltál, hogy esetleg akkor más családba születtél volna? Mert ugyanis ha neked meg kellett születni, akkor megszülettél volna, így is, úgy is. Érted? De mi az, hogy meg kellett volna születni? Ugye a legtöbb ember arra gondol, hogy van egy teste, és akkor annyi. Ugye a keresztények ráadásul azt a tanítást tanulják, ugye a hitoktatásokban, hogy a Jóisten akkor teremtette a lelkedet, amikor leszülettél, érted?
Tehát ami azt jelenti, hogy amikor megszülettél, inkább úgy mondanám, hogy amikor megszülettél, akkor a beleteremtette a lelkedet ugye a testedbe, és addig, mint lélek, te nem léteztél. Ez a keresztényi hitoktatás. Na most, hát mondjuk azért azt mondanám, hogy Jézus nem ezt tanította, jó? Tehát maradjunk ennyibe. Ez valami újkeleti hülyeség. Szóval, van nekünk egy lelkünk. Na most gondold végig, hogy neked melyik a jobb. Az a fajta verzió, hogy most lettél teremtve, mielőtt, ugye, illetve akkor, amikor ugye megszülettél, akkor lett teremtve a lelked, vagy az lenne esetleg a jobb a kettő közül, mi a másik, hogy mondjuk te egy öreg lélek vagy, és mondjuk egy több millió, vagy több tízmillió, vagy akár több milliárd éves lélek. Tehát melyik a jobb? Hogy újszülött lélek? Vagy egy öreg lélek? Te melyiket választanád? Hm? Miért választanád az öreg lelket? Hát mert akkor az már mennyit megért, nem? Gondold végig. És akkor hol a tudás, amit megéltél? Mert ugye megnézed, az a tudásod van, amit most ebben az életedben megéltél, nem? És hol van az előző életeknek a tudása? Van nekünk egy elménk, az egy ilyen nagy raktár, ahol a tudás el van raktározva, és lényeg az, hogy nagyon érdekes, hogy ez az elme és az elment, tehát nem így elment, hanem elmentve, oké? Az nagyon hasonlít ez a két szó egymáshoz, az elment meg az elme, annyi a különbség, hogy van egy NT a végén az elmenthez képest. Tehát az elmentett információk, azokat az elme intézi, ezt az elmentett információkat, és hát hol van a múltbéli információ? Tehát ez mondjuk egy kicsit többet kell tudni az elme működésével kapcsolatban, és a lélek működésével kapcsolatban. Tehát ugye a lélek az egy nagyon érdekes dolog, és egy nagyon olyan dolog, amit az emberek nem tanulnak, nem tanítják nekik, szerintem direkt nem. És egy olyan, ami hát lehet, hogy kicsit bonyolultabb működésű, mint ahogy gondolnánk. Lehet, hogy bonyolultabb működésű, mint a testünk. És ez a lélek egy céllal van itt a Földön. Tehát mindenkinek a lelke egy céllal van itt a Földön. Például, mikor még létközi állapotban voltál, tehát mit jelent az, hogy létközi állapot? Két lét közötti állapotról van szó. Ugye a jelenlegi léted és az előző léted közötti állapotról van szó. Ugye a létközi állapotban még megvolt az előző életi tudásod, de már nincs. Tudod miért? Nagyon egyszerű. Miért törölték ki az előző életi tudásodat? Nagyon egyszerű az ok, hogy a frusztrációk, az előző életi frusztrációk, zaklatottságok ne befolyásolják a jelenlegi életedet.
ilyen egyszerű azok. Világos ez? Tehát ahogy az életed, a jelenlegi életed előzményei, tehát egészen onnan, hogy megszülettél, de még mehetnénk előbb, onnan, hogy megfogantál, tehát megfogantál, onnantól történtek frusztrációk, zaklatottságok. És ezek a frusztrációk, zaklatottságok befolyásolják a jelenedet. Befolyásolják a jelenbéli döntéseidet, a jelenbéli cselekvéseidet, a jelenbéli működésedet, a jelenbéli hangulatodat, ezt mind-mind befolyásolják. Na most gondold végig, hogyha a jelenbéli életed frusztrációi befolyásolják a jelenlegi működésedet, akkor vajon mennyire befolyásolhatnának téged az előző életekbeni frusztrációk? Most gondold végig, lehet, hogy az előző életedben mondjuk éppen mondjuk a második világháborúban vagy az első világháborúban embereket gyilkoltál. Érted? De hát most nem azt mondom, hogy gyilkos voltál, hanem háborúban kénytelen voltál, mert mondjuk katona voltál, érted? És katonaként, hát most gondold végig, hát a második világháborúban hát legalább 10 millió férfi volt katona. És azoknak egy jó része meghalt a második világháborúban, vagy valamikor utána. Hát azok azóta már inkarnálódtak. Oké? És te arra szeretnél emlékezni, hogy esetleg az előző életedben, a háborúban ott, mit tudom, géppisztolyjal kaszáltad az embereket? Szerintem nem hiszem. Tehát ugye azok, akik megéltek egy háborút, azok valamilyen lelkisérülést elszenvedtek a háborúban. Tehát úgy értve, hogy főleg, hogyha a fronton harcoltak, elszenvedtek komoly lelkisérüléseket, amit elég nehéz volt rendbehozniuk. Most képzeld el, mondjuk az a lelkisérülés most a jelenben is befolyásolna téged. Ebben az életedben. Hát milyen tuti lenne? Oké? Tehát ezáltal, hogy ne legyen ilyen probléma, bőven elég az, amit megéltél onnantól, hogy fogantatás. Érted? Ugyanis 7 éves korig, amiket a szüleid megéltek frusztrációt, azok befolyásolják a jelenedet. Érted? Tehát a jelenedet befolyásolják. Tehát ami azt jelenti, hogy onnan, hogy fogantatás és 7 éves kor, a szüleid megéltek frusztrációt, az mind befolyásolja a jelenbéli működésedet. Na most, és gondold végig, akkor mennyi lehet az olyan, amit te éltél meg, mint frusztrációt, mint zaklatottságot. Az a plusz. Tehát a kettő összegéből kijön egy végösszeg. És minél több frusztrációt élt meg az ember ebben az időszakban így, hogy a szülei élték meg, vagy önmaga élte meg, annál rosszabb a helyzet a jelenben, a működés szempontjából. Tehát milyen működés? Hogy helyes döntést hoz, hogy helyesen cselekedj, hogy jó állapotban legyél, jó hangulatban legyél. Érted? Na most, ezt ugye a fentiek tudják, hogy így van. Tehát mi az, hogy fentiek? Hát lehet azt mondani, hogy istenek, lehet azt mondani, hogy és nálunknál sokkal fejlettebb lények, lehet azt mondani, hogy földön kívüliek. Tehát sokfélét lehet mondani, de általánosan az emberek azt szokták mondani a nálunknál fejlettebb lényekre, hogy istenek.
Tehát lényeg az, hogy azok az istenek, akik azt a kísérletet hajtották végre, hogy a beleegyezésünkkel, a lelkünk beleegyezésével, hogy lejöjjünk ide a földre, mit gondolsz, miért történhetett ez? Tehát ami azt jelenti, hogy elindítottak egy kísérletet 1,5 millió évvel ezelőtt, és azok a lelkek nagy része, akik jelenleg itt vannak a földön, azok beleegyeztek abba, hogy ők ide lejönnek a földre. Milyen lényként? Tehát mi voltál előtte, mielőtt lejöttél ide a földre? Most mindegy, mikor jöttél le a földre, először ebbe az inkarnációs sorozatba, tehát az inkarnációs sorozat az azt jelenti, hogy megszülettél, éled az életed, meghalsz, utána majd valamikor újra születsz, majd ott is éled az életed, majd megint meghalsz, majd megint újra születsz, stb. Stb. És a két újraszületés, illetve halál és újraszületés között eltelik a földi léptékben idő. Ez az idő általában évek vagy évtizedek régebben, vagy akár évszázadok voltak. Tehát ez a reinkarnációs folyamat, de ezt úgy hívják, hogy reinkarnációs folyamat. Tehát például Jézus a tanításaiban beszélt a reinkarnációról. Ezt csak úgy mondanám, csak azt kiszedték a Bibliából. Jó? Tehát, mert ez egy tény, a reinkarnáció az egy tény. Oké? Tehát én nem hiszem, hogy van reinkarnáció, hanem tudom, hogy van reinkarnáció. Oké? Maradjunk ennyiben. Tehát lényeg az, hogy ez a reinkarnációs folyamatban, hogy mikor kerültél bele itt a földön, ez most ebből a szempontból részletkérdés. De az biztos, hogy a legtöbb ember ide a földre, amikor lejött ebbe a reinkarnációs folyamatba, akkor a legtöbb ember ő választotta. Bár vannak olyanok, akiknek nem sok választási lehetősége volt, mert egyszerűen már benne volt a reinkarnációs folyamatba is, és nem lehet mást csinálni, csak újra születni, érted? De amikor először jött le az ember, akkor választhatott a legtöbb ember, hogy jön vagy nem jön. Kivétel egy pár volt a nagy többséghez képest, akik fönt hibáztak. Ami mit jelent a hibázás? Etikátlankodás, vagy mulasztás, vagy lázadozás, mint például a luciferék csinálták. Tehát lényeg az, hogy nekünk van egy lelkünk, menjünk vissza egy kicsit az időben, ez a lelket teremtette, akire azt szokták mondani, hogy Jóisten, vagy Atya Jóisten, tehát Atyaisten, aki minden élet szülöttje, és minden anyag gyakorlatilag valamilyen szinten hozzá kötődik. Tehát ami azt jelenti, hogy minden belőle indult el, mert ő indította ezt el, olyan szinten, hogy a lelkünk az egy a teremtőjével, csak a teremtőnek egy hatalmas lelke van, neked meg ahhoz képest egy picike, érted? Tehát amikor egy ember születik, borsónyi a lelke, borsónyi. Tehát a fejlettebb lelkeknek, most általában nem emberi lelkekről beszélek, a fejlettebb lelkeknek akár ilyen helikopter méretű lelkük van, érted? Tehát a kettő közt azért van óriási különbség, az egy helikopterbe egy pár szem borsot be tudná rakni, nem? Szóval így van, szóval lényeg az, hogy és ugye
maga a lélek az avval nő, hogy tudást szerez. Milyen tudást? Használható tudást. Mit jelent a használható tudást? Tudás azt jelenti, hogy mondjuk ezeken a területeken használható tudás, ugye ez az élet, az ember és az ember működésével kapcsolatos tudás, tehát az ember és élet működésével kapcsolatos tudásban, ha az ember több jártasságot szerez, akkor ezzel növeli a lelkének a méretét. De nyilván ez kevés önmagában a tudás, mert a tudás akkor tudás, hogyha használjuk is. Tehát hogyha képes az egyén használni a tudást. Oké? Tehát ha olyan dolgokat tanul az ember, amivel nem csak azt tudja megcsinálni, hogy ő használja azt a tudást, hanem az mások javát is tudná szolgálni, akkor egy hasznos, hasznosítható tudáshoz jut hozzá. Tehát a hasznosítható az azt jelenti, hogy nem csak ő hasznosíthatja, hanem át tudná adni másnak, hogy más is hasznosítsa azt a típusú tudást. És minél több olyan tudásra szert az ember, amit lehet használni, hasznosítani, annál nagyobb mértékűre nő meg az illetőnek a lelke. Tehát annál nagyobb teret foglal el a térből. Oké? Na most, tehát a lelkünk az gyakorlatilag ugyanabból a lélekből származik, a teremtő lelkéből mindenkinek és minden értelmes lénynek, akik ugye lélekkel rendelkeznek, azoknak mind ugyanabból a teremtőből származik a lelkük. Na most ezt most miért mondtam el? Most gondold végig, hogy neked melyik lenne a jobb? Az, hogy nincs lelked, vagy az a lélek mikor lett teremtve, vagy igazából fene tudja mire való az a lélek, vagy pedig mondjuk egy olyan verzió, mint amit én most elmondtam neked. Melyik a jobb neked? Nekem tök mindegy, hogy te mit gondolsz, hogy neked melyik a jobb. Én tudom, hogy nekem melyik a jobb, jó? És nem az a verzió, hogy amit mondjuk a kereszténységben, a hitoktatásokban tanítanak. Jó? Tehát lényeg az, hogy azok a dolgok, amit tanítok ezekkel kapcsolatban, gondold végig, hogy mennyire jobb neked, vagy esetleg rosszabb, mint az eddigi más által tanított dolgok, jó? És csak azért, mert ez egy tanács, mert én így kezdtem a fejlődésemet, hogy egyszerűen hallottam valamit, és azt mondtam, hogy ezzel kapcsolatban már régebben is tanultam dolgokat, de ez nekem szimpatikusabb, érted? Tehát így kezdődött a fejlődésem. Tehát ami azt jelenti, hogy egyszerűen egy ilyen belső érzetem volt, hogy nekem nem kell az, amit tanítottak, nekem az kell, ami ez az új tudás, érted? Na most azóta ugye én már kaptam olyan képességeket, hogy éppen tegnap néztem egy műsort a Földön kívülekről, és ez egy ilyen egyórás dokumentum volt, ősi idegenek, vagy mi volt a címe, valami ilyesmi, és abban volt ez a, hogy egyik tudós fejlesztette ki azt, hogy ezeket a típusú találkozásokat, hogy első típusú, második típusú, harmadik típusú találkozás, negyedik, meg már ötödik típusú találkozásról beszélünk. És ugye azt hiszem a negyedik típusú találkozás, vagy harmadik típusú, amikor személyesen találkozik az illető egy idegen lényel. És akkor a következő típusú találkozás, a negyedik vagy ötödik, az amikor ugye kommunikációban vannak.
Nem, akkor mikor kommunikációban vannak. Van az elvitel, az egy följebb, de a fölött az van, mikor már kommunikációban vannak. És akkor gondoltam rá, hogy hát akkor ez nekem, én nem tudtam róla, hogy ez amit a ötödik típusú találkozásban vagyok, mert akkor én abban vagyok, mert ugye kommunikációban vagyok a fentiekkel. Ami azt jelenti, hogy olyan kommunikációban is tudok lenni, hogy beszélgetünk, érted? De az nekem nem kell megszólalni, hogy beszélgessünk, tehát csak úgy mondom, hanem gondolatilag beszélgetünk. Na szóval lényeg az, hogy, ezt csak úgy, mellékesen mondtam, mert nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy gondold végig, hogy abból a tanításokból, amit tanítok, amit hallasz, melyik a jó neked. Na most ugye abban is el kéne gondolkodni, hogy melyik a jó neked, hogy van egy olyan lélek benned, amely hát az eddigi tudásunkhoz képest szuperintelligens, vagy az a jó, hogy hát az ember az egy ostoba lény. Ilyeted a másodikat is, nekem mindegy. Na most mit jelent ez a szuperintelligens lélek? Hadd mondjak egy-két tulajdonságát a léleknek. Tehát a lélek bármit tanul, bármit tapasztal, nem felejti el. Soha. Évmilliárdok során sem. Világos ez? Nem kell elhinni, te hiheted azt, hogy nyugodtan, hogy úgy működik az ember, ahogy működik, meg a lélek is úgy működik, ahogy eddig tudtad, nekem aztán tök mindegy, jó? Én meg tudom azt, hogy a lélek az úgy működik, hogy nem tud felejteni, mert a lélek egy energialény, és mint energialény hozzá tud kapcsolódni ahhoz a tudáshoz, amit tapasztalt és tud. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy maga a tudás és a tapasztalat az egy energiatérben helyezkedik el, ezt szokták is mondani, hogy akasa, ha emlékeztek rá, és a lélek ez az energiatérhez, amiben benne van a tudás, hozzá tud kapcsolódni, csak van egy óriási különbség, hogy van olyan tudás, ami a tied, és van olyan tudás, ami a közös. Oké? Tehát a lélek elsősorban ugye a saját tudásához tud hozzá kapcsolódni, oké? És egy univerzális tudáshoz akkor tud hozzá kapcsolódni, ha engedik. Ez olyan, mint mikor, most már ezt el lehet magyarázni, ez olyan, mint mondjuk, mikor egy szerveren van a különböző adatbázis, és hozzáad mondjuk a rendszergazda jogosultságot ad, hogy hozzáfér bizonyos adatokhoz. Érted? De a rendszergazda úgy gondolja, hogy innentől nem férsz hozzá, akkor nem férsz hozzá. Világos ez? Na most itt a rendszergazda az egy magasabb intelligencia. Világos? Szóval lényeg az, hogy ugye a lelkek a világegyetemben úgy működnek, ettől az ember valamilyen szinten különbözik, de mégsem különbözik, hogy gyakorlatilag amit megtapasztaltak az életük során, megtanultak az életük során, ahhoz a tudáshoz simán hozzáférnek, ezáltal nem felejtenek el semmit. És gyorsabban hozzáférnek ahhoz a tudáshoz, mint te, amikor gondolkozol. Oké? Szóval itt vagyunk mi emberek, mi rendelkezünk ilyen képességekkel, hiszen ilyen lényként jöttünk ide. Tehát egy olyan lényként jöttél ide a Földre, aki minimum, tehát minimum az ismeretedhez képest mondom, angyal voltál. Érted? Tehát ez a minimum. Tehát egy olyan lény, amely intelligensebb, mint a földi emberi lény. Oké? Okay? És ugye az angyali hierarchiában is vannak fokozatok, és ugye az is kérdés, hogy melyik angyali fokozatban voltál, vagy akár már nem is angyali fokozatban voltál, hanem akár isteni
fokozatban voltál, az már ugye angyali fokozat fölött, fokozatok fölött van. És lényeg az, hogy, most gondold végig, nem kell ezeket elhinni, te úgy éled az életed, ahogy akarod, nekem aztán tök mindegy, hogy éled. Lényeg az, hogy gondold végig, hogyha egy kicsit értelmesebb vagy, ugye az átlagnál, én meg hiszem azt, hogy az vagy, hogy melyik információ jobb, azt, amit eddig tanítottak, vagy esetleg az az információ, amit tőlem hallasz. Szóval van benned egy olyan lélek, amely mikor nem emberként működtél, akkor egy sokkal, de sokkal intelligensebb volt, mint most emberként. És azért lettél kevésbé intelligens, mert mielőtt leszülettél, kitörölték az összes tudást, amit megszereztél addig. Oké? Lehet, tehát a reinkarnációs sorozatban résztvevők, azok minden létközi állapotban, a létközi állapot végén, leszületés előtt kapnak egy ilyen törlést. De aki először jött le a bolygóra, az csak egyszer kapott törlést, oké? Na most lényeg az, hogy, és mi lett avval a tudással? Természetesen az a tudás a tied, amit megéltél amióta létezel, mint lélek, és el van mentve. Elme elment. Jó? Tehát el van mentve. Ezért van az, hogy például csinálnak olyan dolgokat, hogy mondjuk hipnózisban elkezd az illető emlékezni az előző életére, vagy még akár sokkal, de sokkal régebbre is. Érted? Na mindegy, szóval lényeg az, hogy el van mentve a tudás, és vár ez a tudás arra, hogy visszakapd. Oké? Tehát ez az elmentett tudás arra vár, hogy visszakapd. De ugye miért vagyunk itt a Földön? Nagyon egyszerű, azért vagyunk ezen a Földön, mert volt ugye egy olyan fejlődése az emberi lelk, illetve a lelkeknek, nem az emberi lelkeknek, hanem a lelkeknek volt egy olyan fejlődése, amit nem kontrollálta a Teremtő. Hát nem volt kontroll a lélek fejlődésén, a lelkek fejlődésén. És a lelkek azok szabadon fejlődtek. És ez a fejlődés, az több utas lett. Arra, arra, mindenfelé, érted? Ami azt jelenti, hogy lettek olyan lelkek, akik jó irányba fejlődtek, voltak olyan lelkek, akik kevésbé jó irányba, és voltak olyan lelkek, amik kifejezetten rossz irányba, stb. Stb. És nyilván ennek a variációja, számtalan variációja van ezeknek az irányoknak. És ezáltal ugye történtek olyan események, hogy a lelkek azok szembefordultak egymással, és ezáltal összetűzések lettek a lelkek közt. Miért? Mert a lelkek úgy működnek, hogyha nem közel azonos a rezgésük, akkor nincsenek jól meg egymással. Tehát a közel azonos rezgésű lelkek, azok jól el vannak egymással, és ha nem azonos a rezgésük, hanem lényeges különbség van a rezgésük között, akkor minél lényegesebb a különbség a rezgésük között, annál inkább nincsenek jól el egymással. De ezzel nincsenek jól, ez gondolhatsz nyugodtan olyanra, hogy ellenségesek egymással, vagy haragosak egymással, jó? Vagy akár bármilyen fokozat, negatív fokozatra gondolhatsz. És ugye, de nem csak ez a probléma, hanem az a probléma is volt, meg még van is ugye a világegyetemben, hogy nem csak egymással fordultak szembe a lelkek, emiatt a fejlődési különbségek miatt, hanem a Teremtővel is. Na és itt a bökkenő. És ez a legnagyobb bökkenő. És ilyen szembefordulásokról tudunk, például ugye a luciferi, tehát a Lucifer és csapatának a szembefordulása a Teremtővel. Jó, és ugye erről mi közvetlenül tudunk, emberiség, de hát számos ilyen eset volt a
történelemben. Igaz. Szóval lényeg az, hogy, ez ne forduljon elő azoknál, akik vállalták azt, hogy ne forduljon elő náluk, azok itt vannak ezen a földön. Oké? Miért? Tehát ez egy, mondhatjuk azt, hogy ez egy kísérleti kutatóállomás, ja? Kísérleti telep. Ami azt jelenti, hogy ezt a bolygót nem tudjuk elhagyni. Itt tudunk élni, és nyilván most arról beszélek, hogy az életedben nem tudod elhagyni. Tehát az életedben nem tudod elhagyni, tehát innen nem tudnak csak úgy elmenni rakétával. El tud menni egy kutya a rakétán, vagy el tud menni üresen a rakéta, ilyen robot rakéta, érted? Azok el tudnak menni. De ha egy rakétában lélek ül, az nem hagyhatja el egy bizonyos magasságon túl a Földet. Oké? És lényeg az, hogy mi a dolgunk itt. Na most gondold végig, ha egy kísérleti kutató állomás, akkor mit csinálunk itt? Tehát mi emberek azon kísérletezünk, hogy hogy tudunk minél jobbá válni. Érted? És addig, míg nem válunk elég jóvá, addig nem hagyhatjuk el ezt a bolygót. Illetve hát most már ez se így van teljesen, mert ez a bolygó már nem azt a célt szolgálja, hogy ez a kutatás ez tovább menjen. Ez a bolygó már azt a célt szolgálja, hogy azok maradjanak ezen a bolygón, akik elég jóvá váltak. Tehát magyarul elvileg már befejeződött a kísérlet 2012. december 22-ével, de azért, mert nagyon sokan jó ember a bolygón, ezért még hagytak időt az embereknek, hogy észbe kapjanak. És ez azt jelenti, hogy ha valaki akar, akkor fejlődhet, ha nem akar, akkor nem fog fejlődni. De az azt jelenti, hogy kitűztek egy határidőt a fentiek, ez a határidő 2035. Tehát ezen a bolygón 2035-re csak azok az emberek maradhatnak, akik elég jóvá váltak. Oké? Okay? Na most ennek, hogy mi az, hogy elég jó, ennek megvannak a kritériumai. Itt valamilyen szinten le van írva, ha megnézed, hogy képesek szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. Oké? Okay? Tehát szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. Mit jelent az, hogy boldogságban? Azt, hogy nagyon jól érzed magad. Bizonyára mindenki érezte már nagyon jól magát életében, nem? Bár ez mostanában a legtöbb embernél nem sűrűn fordul elő, ahogy tapasztaltátok, ti is gondolom. De biztos, hogy ha nagyon megerőlteted magad, akkor visszaemlékszel olyanra, amikor nagyon jól érezted magadat. Na, azt jelenti a boldogság, amikor nagyon jól érzed magad. Világos ez? Most, hogy mi miatt érezted jól magad, ez most ebből a szempontból részletkérdés. Nem az a lényeg, hogy mi miatt érezted jól magad, hanem az a lényeg, hogy tudod, milyen ez az érzés. Érted? Tehát az érzés a lényeg. Jó? Tehát, hogy azt az érzést, azt ha visszaemlékszel, akkor tudod, hogy milyen. Na, ez jelenti, hogy azon a szinten tudnál élni. Érted? Tehát azon a szinten. Tehát azért mondom, hogy tök mindegy, hogy mi miatt érted el, mert nem az a lényeg, mert az egyik ember emiatt érte el, másik ember meg más miatt. Érted? Teljesen mindegy. De ha mit szólnál hozzá, ha mondjuk úgy tudnál élni, hogy azon a szinten tudnál élni. Annak a jó érzés szintjén, tartósan. Érted? Az jó lenne, nem? Az jó lenne. Na, ezt jelenteni a boldogság, csak hogy tisztázzuk ezt a kérdést, érted?
mert ez a boldogság kérdés is ilyen relatív gyakorlatilag, de így mint érzés mindenkinek feljöhet, hogy milyen volt, mikor nagyon jól érezted magad, a saját magadat, érted, a bőrödben, jó? Mert biztos, hogy mindenkinek volt ilyen, és talán még emlékszel is rá, jó? És ezt meg kellene csinálni, hogy 2035-re így működjenek az emberek. Hát ez az egész emberiségre reménytelen, ez reménytelen, de azok, akik azt gondolják, hogy ők szeretnének szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni, azoknak nem reménytelen. Jó? De ehhez mit kell csinálni? Ugye hát nyilvánvalóan tanulni kellene, de nem elég, hogy az ember tanul, hanem hasznosítani is kellene. Na most tudást hasznosítani pedig, hogyha mondjuk, mit tudom én mondjuk, favágó vagy, akkor a tudásodat a fákon tudod gyakorolni, nem? Egy olyan favágó, amely nem tud kivágni egy fát, az csak elméleti favágó, nem? De gyakorlatban nem favágó. Lehet, hogy van olyan iskola, hogy volt valaha, hogy favágó iskola, válaszol minden iskolát annak lehet nevezni, és lényeg az, hogy volt olyan, hogy favágó iskola, és tanították a favágást, de attól lehet, hogy a favágó, végzős favágók azok nem lettek favágók, mert életükben igazából egy jó favágást nem csináltak. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy gondold végig, akkor tudsz egy tudást hasznosítani és használni, hogyha azt tényleg tudod használni és hasznosítani. Érted? Tehát az elméleted át tudod vinni a gyakorlatba. Érted? Na most, ugye ha visszamegyünk ide egy pillanatra, itt van ez a 10 terület, ebből megnézed, ugye ez a 9, ez közvetlenül az emberekkel kapcsolatos. Hiszen ez az első is, mert az meg te vagy. És az azt jelenti, hogy a tudást, tehát az embereken kellene gyakorolva elsajátítani. Tehát magas szinten ugye úgy tudja az ember a tudást elsajátítani, hogy embereken gyakorol. És ezért ugye nálunk a szervezetünkben lehetőséget biztosítottunk arra minden tanulónknak, hogy szabad akaratából, ha akarja, akkor létrehozhat egy olyan terepet, idézőjelbe, ahol gyakorolhat. Ugye a terep az az emberek. Tehát létrehozhat egy saját csapatot, akiken gyakorolhat. Sőt, ők jelentkeznek, hogy itt vagyok, gyakorol rajtam. Nem vicc, komoly. Tényleg így van. Szóval mi azt is biztosítjuk, hogy az emberek ne csak elméleti tudáshoz jussanak, hanem gyakorlati tudáshoz. Ezt úgy biztosítjuk, hogy mindenki szervezhet saját tanulói csapatot. Oké? És amikor már van tudása annak, aki szervezte a tanulói csapatot, akkor ezeken a területeken tud nekik segíteni. Oké? Nem úgy, hogy megoldja helyettük a problémákat, jó? Hanem úgy, hogy olyan hasznos tanácsokat tud adni, amit az illetők tudnak hasznosítani. Jó? Szóval, itt vagyunk mi egy bolygón, itt vagyunk mi emberek, amiben van egy különleges, szuperintelligens lény, energialény, amit úgy hívnak, hogy lélek, amely például nem érzékeny a hőre, nem érzékeny a, mit tudom én, nem kell neki oxigén, nem kell neki táplálék, érted? Akár a napon át tud menni, és semmi baja nem lesz, érted? Tehát
végtelen lélektartammal rendelkezik, akkor nehogy azt mondná, hogy ez nem egy szuper intelligens valami. Oké? Akkor végtelen tudással tud rendelkezni, nem őrül bele, hogyha egyszerre rengeteg tudáshoz jut. Egy ember bele tud őrülni, hogyha hirtelen egyszerre rengeteg tudáshoz jut. A lélek az nem. És akkor gondold végig, hogy itt vagyunk, és a bolygón lévő többi 8 milliárd ember azt választotta, hogy lejön, érted? Nagy része természetesen, és ehhez képest nem ezt csinálják, hanem mutatom, hogy mit. Hoppá. Azt hiszik, hogy az a legfontosabb dolog, hogy túléljenek, vagy minél több pénzt elköltsenek. Azt gondolják. Hát azért gondolják ezt, mert a földi emberek ezt hitették el velük. Érted? Kik? Akik így akarnak, így akarják biztosítani a hatalmukat feletted. Érted? Ugyanis, hogyha te tanulnál és fejlődnél, akkor átlátnád ezt a manipulációt, amivel manipulálják az emberiséget. Érted? Azért, hogy megmaradhasson a hatalmuk, és irányíthassák az embereket. Minél tudatlanabbak az emberek, erre ők már rég rájöttek, évezredek óta tudják, annál könnyebben manipulálhatóak. És annyira tudták manipulálni az embereket, hogy az emberek azt hiszik, hogy ezért élnek. Közben azért élnek, mint mondtam, hogy ne essen bele az ember abba a fajta fejlődési módba, mint amiben, ahol nincs kontroll. Érted? Ahol össze-vissza fejlődnek a lelkek, és eltávolodnak a teremtőtől. Tehát itt az emberek a bolygón, és a bennük lévő lélek minden egyes embernél azért van itt, hogy ne távolodjon el a teremtőtől, és ugye egy olyan fajta működésünk van, hogy képesek vagyunk mi emberek egy bizonyos dolog miatt, képesek vagyunk arra, hogy magunknak okozunk problémát. Ami azt jelenti, hogy nem kell hozzá egy másik személy, hogy problémát okozzon nekünk, mi arra is képesek vagyunk, hogy magunknak okozzunk problémát. Most ezáltal ugye nem elég, hogy mások okoznak problémát, mi saját magunknak tudunk problémát okozni, ezáltal ugye ebben az átlagosan, mit tudom, 70 évben, amit az emberek leélnek, így bolygószinten, ebben a 70 évben rengeteg problémát megélnek. Sokkal többet megélsz 70 év alatt, mint lélekként megéltél 70 év alatt, érted? És ezáltal ugye az ember tanulhat ebből, és mivel minden életben az tudás el van mentve, ezért azokat a tudásokat, amit különböző életek során elmentettek számodra, azok ott vannak, és amikor megtanultad azt, hogy jóvá válj, akkor úgyis visszakapod, és azokat a frusztrációkat már úgyis tudnád kezelni, amit most esetleg még nem tudsz. Tehát lényeg az, hogy mi azt vállaltuk itt emberek, azért vagyunk itt, hogy minél többet fejlődjünk. Ahhoz, hogy minél többet fejlődj, nagyon érdekes, minél több problémával kell találkoznod. Csak itt van egy különbség, hogy a tudatlan embernek a probléma az probléma, a tudással rendelkezőnek meg feladat. Érted? Nem tudom, mennyire érted, hogy mekkora a különbség
egy probléma között, vagy egy feladat között. Az a különbség, hogy a probléma az azt jelenti, hogy az illetőnek nincs rá megoldása. A feladat pedig azt jelenti, hogy van rá megoldása. Világos ez? Tehát egy embernek van tudása, akkor a probléma nem probléma, hanem feladat, mert van rá megoldása. És fogja nekiállni és megoldja. Tehát nem gond az, hogyha az ember sok feladatot kap, ha van tudása, hogy megoldja. Oké? És lényeg az, hogy egy élet során kellene olyan szintű lelki fejlődést elérni, egy élet során, hogy képes legyél jóvá válni. Tehát jóvá válni. És ez a jóváválás, még egyszer, ezt jelenteni, hogy képes vagy szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. Ez ezt jelenteni. Tehát ha valakinek az nem tetszik, hogy szeretetben és boldogságban, békében és boldogságban együttműködjön másokkal, az pusztuljon meg. Érted? Szó szerint. Tehát minden normális ember, gondolom én, azt gondolja, hogy ez egy jó cél, nem? Ez egy jó cél. Tehát szeretetben, békében és boldogságban együttműködni, az egy jó cél. De az tenni kell, mert nem egy ilyen világban élünk. Nem? És ha az emberek nem tanulnak, akkor nem is fogunk ilyen világban élni. Csak ugye tudod, mi a helyzet? Az a helyzet, hogy nincs választásunk már. Tehát megszűnt a választási lehetőség. Tehát a kísérlet lejárt, és ez nem egy olyan kísérlet, hogy hát akkor még csináljuk tovább pár ezer évig. Oké? Okay. Tehát vagy átlátod azt, hogy fejlődsz, vagy készen van neked egy másik bolygó. Az univerzum szélén, kőkorszaki körülmények között. És oda inkarnálódhatsz, semmi gond. De nem ide. De ehhez, hogy az emberek tömegesen rádöbbenjenek arra, hogy mennyire szükséges a szellemi fejlődés, ahhoz sajnos az van, ami most van. Mi van most? Az, hogy egy olyan gazdasági válság elé nézett a bolygó, egy olyan gazdasági válság útját járjuk, ami soha nem volt a bolygón. Amit még a háborúk sem idéztek elő. Érted? És ez annyi és annyi embert fog depresszióba süllyeszteni, amit még nem láttál. Érted? És ezáltal a depresszió egy olyan szint, hogy vagy elhatározza az ember, hogy fejlődik és kijön belőle, vagy irány a halál. Tehát a depressziótól nincs messze a halál, hiszen egy depressziós ember, aki volt már, én még nem voltam, hála Istennek, és nem is leszek, azt sem tudom, mi az, mint megélés, nem tudom, egyébként tudom, hogy mi az, mert tanítom is, hogy mi az, de mint megélés nem tudom. A depressziós ember az öngyilkossági hajlammal rendelkezik. Tehát akkor gondol az ember az öngyilkosságra, ha már nagyon rossz állapotban van. Oké? Okay? Na most, ha az ember nagyon rossz állapotban van, akkor nem csak öngyilkosságból tud meghalni, hanem simán természetes halálban. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy az ember vagy elfogadja a segítséget ahhoz, hogy fejlődjön, vagy nem lesz más megoldása, mint meghalni.
Csak ebben mondom, az a rossz hír, hogy nem ide fogsz visszainkarnálódni. Ez a problematikája ennek. Hanem egy olyan bolygóra, ami kint van az univerzum szélén, és úgy indul, mint ahogy ez az emberiség indult. Most nem menjünk vissza a 7 emberiségre, hanem mondjuk induljon ez az emberiség. És akkor elindult egy pár száz család. Érted? Tehát egy pár száz családot letelepítette. Azt utána, hogy elindítsák magát a születéseket. De most gondold végig, mire mondjuk, csak most mondok egy számot, 7 milliárd ember, mire vár a sorára. Az mikorra fog sorra kerülni, hogy újra szülessen? Oké? Ez nagyon durva. És akkor ráadásul hova fog újra születni? Hát mint mondjuk 4500 évvel ezelőtt az emberiség, érted? Jó kis körülmények közé. Nem lesz mobiltelefon, hogy állsz a várakozol és nyomkodod a telefonodat közben, hogy ne unatkozz. Oké? Nézelődni már nem is lehet. Csak ezt a kis szart lehet nézni. Nekem is van ez a kis szart, csak én nem szoktam annyit nézni. Én csak kifejezetten akkor nézem, a muszáj. No, szóval a lényeg az, hogy gondold végig, hogy mit szeretnél. Gondold végig. Itt kapsz egy lehetőséget, élhetsz vele, vagy elmehetsz mellette. Tehát itt ne várj képzéseket. A képzéseink azok nem itt vannak, hanem mutatom, hogy hol. Azok a nem díjmentes részben vannak. Szünet után majd lesz nem díjmentes rész. De hát erről majd ugye tájékoztatnak benneteket a házigazdák, illetve a házigazdáink. És akkor itt van a coach képzésünk van, ami 30 óra egy hónap, és itt vannak sorba a coach képzéseink. Azért, hogy bármilyen élethelyzetbe bekerülsz, tudjál bánni azzal az élethelyzettel. Ha elakadsz, nem gond, mert itt vannak olyan emberek, akik tudnak segíteni neked. Oké? Tehát itt van 25 nagy téma, például azt a témát, amit most tanulunk, azt jó pár évvel ezelőtt tanultuk, mert ilyen körforgásban mennek a képzéseink. És maga a tudás az elég nagy léptékben nő, nem? Elég nagy léptékben. Így van. Vannak olyan képzések, ami egy hónap volt, az most már 4 hónap. Vannak olyan képzések, hogy 2 hónap volt, most már 8 hónap. Érted? Valami hiba csúszott. És akkor is ugyanennyi óra volt egy hónap, meg most is ugyanennyi óra. Sőt, ugye régen, még a kezdetén nem 2 képzés volt egy héten, csak 1 képzés volt egy héten. Tehát akkor még ugye egy hónapban kevesebb képzés is volt. Jó, tehát végig lehet gondolni, hogy mit szeretnél, meg azt, hogy egyáltalán azt, amit bevállaltál a születésednél, hogy ebben az életedben olyanná válsz, aki képes szeretetben, békében és boldogságban együttműködni másokkal, mert biztos, hogy ezt bevállaltad. Hát egy kérdés van, hogy fogod-e teljesíteni, vagy sem? Hát ez a kérdés. Még egyet menjünk. Itt van. Tehát fogod-e teljesíteni? Ha nem, akkor inkarnáció. És mi van, ha nincs inkarnáció? Nagyon egyszerű. Megyünk vissza abba a létformába, honnan jöttünk. Angyalként vagy Istenként. Érted? Tehát én tudom, hogy mit csináltam. Ugye nem emberként, és tehát, hogy milyen foglalkozásom volt nem emberként. Jó? Tehát mivel foglalkoztam nem emberként? Visszamész arra a helyre, amit csináltál.
és akkor onnan folytatott tovább, csak egy egész más minőségű lélekként, érted? Aki soha nem fogja megkérdőjelezni a jót, érted? Aki soha nem fogja megkérdőjelezni, és mindig a jó érdekében fogsz cselekedni, mindig. Sőt, mondhatnánk azt, hogy mindig a legnagyobb jó érdekében fogsz cselekedni, mert ugye lehet olyan, hogy több jó közül is választhatsz, és akkor is az emberek hajlamosak arra, hogy nem a legnagyobb jó érdekében kezd el tevékenykedni, hanem egy jó érdek, egy kisebb jó érdekében. Még ez is fontos, hogy képes legyél a legnagyobb jó érdekében cselekedni mindig. Tehát itt van egy olyan közösség, ami ezen az alapon működik, és ezt az alapot adja át az embereknek, a szeretet alapot, érted? Azt az alapot, hogy képes legyél te is szeretetben, békében és boldogságban együttműködni másokkal. Ezt meg lehet csinálni, ezt bárki meg tudja csinálni, aki akarja. Hát aki nem akarja, az nem, természetesen. Szabad választás van, tiéd a döntés. Tanulsz, vagy nem tanulsz, vagy gondold végig, mondhatod azt is, hogy majd tanulsz máshol. Csak nem ezekkel a feltételekkel, hanem sokkal, de sokkal rosszabb feltételekkel, és nem biztos, hogy azt a tudást megkapod, ami ahhoz kell, hogy képes legyél szeretetben és békében együttműködni. Oké? És az is kérdés, hogy máshol milyen áron kapod meg a tudást. Oké? Itt kapod meg a legkedvezőbb áron, ami létezik a bolygón. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a fantasztikus első részt, díjmentes előadást. Magam részéről tudom tanácsolni mindenkinek, ha van hozzá, hogy mondjuk, ha ide tud jönni, vagy tudja nézni az előadásokat, jöjjön el élőben, mert én az élő megjelenést használom a hangulat emelésre. Amikor tudunk, jövünk, mert sokkal jobb utána a hangulatunk. Beszélt ugye Szedlacsik Miklós az anyagiakról, azt tud tanácsolni, hogy 3 hónapot próbálják ki, az nincs 40 ezer forint, pár száz forint hiány, 40 ezer 3 hónapnyi tudás, aminek az összege egyébként a többszöröse lenne, és használható tudást kapsz, ami már az első órától kezdve használható az életedben. Ha nem érted, akkor vannak vezetők, igazgatók, segítenek neked, hogy jól használd a tudást. Igen, erre most az jutott eszembe, hogy mondta, hogy segítenek neked, hogy képzeljétek el, itt nincs olyan, hogy zaklat valaki, bárki is. Itt pont fordítva van, hogy ha egyszer itt tanuló leszel, vagy itt vagy tanulóként, akkor te zaklathatod a vezetődet, vagy a segítődet, ha bármi nem megértésed van, vagy kérdésed van. Tehát itt pont fordítva működnek a dolgok, mert néha van, hogy halljuk, amikor szervezünk, és hogy hát ő nem, őt ne zaklassa senki, hát itt nem fog téged senki zaklatni. Itt pont az a jó az egészben, hogy itt te saját magad elkezded a tanulást, rálépsz el az útra, hallgatod a képzéseket, és saját magad tempójába tudsz fejlődni. Meg ami nagyon jó egyébként, ami nekem nagyon tetszik, hogy a rendszeresség, én ezt mindig el szoktam mondani házigazdaként, hogy itt ez a heti 2 alkalom által mindig ott van az életünkben ez a tanítás, a tanulás, és tényleg nagyon fontos ahhoz, hogy tudjunk minél jobban lelkileg és szellemileg fejlődni. Nekem ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Meg valóban, mint amit Miklós el is mondta, hogy itt olyan tudást kapunk, amit a hétköznapokba be tud építeni az életedben. Tényleg mi is rengeteg
képzésen voltunk, és nekem is az volt a problémám egyébként nagyon sokszor, hogy én azt mondtam, hogy ilyen nem emberi módon adták át a tanítást. Tehát egyszerűen nem mindig értettük meg, értettem meg. És itt nálunk pont az, hogy Miklós úgy adja át, és úgy mondja el, hogy azt megértjük. Meg lehet érteni, és tudod használni a módszereket. Meg valóban itt az a 26 témakör, ez mind arról szól, tehát olyan témák vannak, ami az ember és az élet működéséhez szükséges. Mind egytől egyig, mind nagyon fontos. Meg tényleg egy olyan közösség van, amit én nem tapasztaltam meg sehol máshol, ez a szeretet. Tényleg, hogy egy a célunk, és valóban mindenkinek az, hogy egyre boldogabbak legyünk, egyre tényleg a szeretet, és ez annyira visz előre minket. Nagyon jó ez a érzés és lehetőség. És én azt mondom mindenkinek, aki elé került már a PPH, vagy felkerest már valaki, akkor ne gondolkozz. Gyere és próbáld meg. Itt nincs tényleg, szokták mondani másik hazdagák is, hogy szerződés, vagy bármit, semmit nem kell aláírni, de te döntésed, gyere, hallgasd meg, és tapasztald meg, hogy milyen a Szedlacsik Miklós valójában. Én a pestieknek azt mondom, hogy gyertek el személyesen. Én ha itt laknék, akkor én mindig itt lennék, amikor csak tehettem. Persze egyértelmű valakinek a munkája által nem biztos, hogy el tud jönni, de gyertek el személyesen. Mert a mai világban nagyon fontos, hogy egy olyan, minél többet legyünk olyan közösségben, akik nem avval foglalkoznak, hogy mi van ebben a mai világban, hanem olyan dolgokkal, ami előre visz minket. És ennél fontosabb dolog, higgyétek el, nincs. Meg hát persze a tandíj is, egy olyan tandíj van, ami megfizethető teljes mértékben. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Mi van akkor, hogyha az ember mulaszt és a nem a legnagyobb jó érdekében cselekszik? Egy a jövőben vele bekövetkező jó dolgot kitol az időben messzire. Csak az a baj, hogy ezt tömegesen elkezdték csinálni az emberek, és most már lehet azt mondani, hogy nem a jót toljuk ki, hanem a rosszat hozzuk mindig közelebb és közelebb, és nem egy ember, hanem nagyon sok ember, és nagyon kevesen vannak, akik előre néznek, és látják, hogy mi lesz ebből. Ebből jó, nehezen lesz így belőle jó. Ez az a tudás kell, ami itt van. A PPH az a modern idők Noé bárkája. Ezért ajánljuk mindenkinek szeretettel, hogy jöjjön, és próbálja ki. És ne azt nézze, hogy amikor az ego bekapcsol, hogy mit gondol, amikor lát egy előadást, hanem valóban kóstolja meg, hogy milyen. Mert én is úgy jöttem ide, hogy na megnézem már, mit akar ez a Szedlacsik Miklós. Azt beültem ide a terembe hátra, azt így bezárkoztam, te jó Isten, hova jöttem már megint. És elteltek órák, meg napok, és azt láttam, hogy megtaláltam azt a mestert, akitől megtanulhatok élni, és azt még tovább is adhatom. Hát ehhez kívánok mindenkinek sok sikert, eredményeket, és mindenki jöjjön minél több új tanuló. Köszönjük szépen, sziasztok! Köszönjük szépen!